Ez valójában, hogyha már szóból szól ezt a kérdést, biciklin kéne csinálnunk. Aha. És az, hát, akkor ilyen bájosabban is lihegnénk szerintem, mondjuk főleg itt a hegyen. Mi volt a legelső dal, amit mondjuk akár gyerekként meghallottál, és a zene felé vitt? Elsőre meghallottam az egész 60-as éveket, mert én a bátyámmal egy szobában nőttem föl, aki 8 évvel idősebb, és akkor volt kamasz, amikor én gyerek. Úgyhogy nekem így egybe jött az egész, de nem csak a zene, a partik, a... az én gyerekszobám, az egy otthon volt a 60-as évek. Ugye már az Európa kiadó kapcsán volt az, hogy többször volt tagcsere. Melyik volt az a felállás, amely mondjuk mégis a szívedhez a legközelebb volt? Lehet-e ilyet mondani? Hát nem tudom, mert ez azért nagyon nehéz, mert ugye ezt mai fejjel kéne megítélnem akkori dolgokat, és akkor nem ez a fejem volt. Ráadásul bizony szempontból ez az idők során változott is, tehát a 80-as években ez az Európa kiadó tevékenysége az inkább egy ilyen kollektívebb tevékenység volt, tehát a zenét így közösen csináltuk, rengeteget próbáltunk, rengeteg időt töltöttünk együtt a próbákon csináltuk a zenék nagy részét, és akkor így valahogy számok lettek belőle. Aztán később ez változott, mert egyre inkább én elkezdtem úgy alkotni, hogy az egészet így minél inkább átfogni, tehát zenét, szöveget, és akkor már például ott egy picit más volt a zenekar, és mások voltak a szempontok, és inkább így ezt az alkotói részét egy pontig egyedül fogjam össze, és onnantól kerüljen ez a zenekarhoz, és akkor annak a finom ráállítását, hangszerelését csináljuk együtt. Hát nyilván egy biztos pont mindig volt, és lesz is ebben a zenekarban, ezt te magad vagy. Ha jól tudom, az első koncerteteken mondjuk talán 25-en vagy 50-en voltak, aztán egyszer csak rákövetkező néhány koncerten pedig több száz ember érkezett. Ez 1980-ban volt az URH-val, amikor gyakorlatilag nem is volt felvétel, tehát kiálltunk koncertezni, és akkor elhívtak egy másik koncertre a Kassák Klubba 2 héttel később, akkor ott az elsőn voltak talán 150-en, a Kassák Klub legnagyobb meglepetésünkre megtelt, az akkor ez egy ilyen 300 fős hely volt. És akkor ott is meghívtak minket egy harmadik koncertre a Bercsényi Klubba, és ez az tényleg nagyon furcsa volt, mert én amikor megláttam Bercsényi Klubot, nem ismertem előtte, és láttam, hogy ez egy hatalmas, és kérdezik, hogy mennyien férnek be. 800-an férnek be, de azért ugye 1000 embert is be lehet zsúfolni, mert itt fogunk itt csinálni a bavadén. Megtelt a harmadik URH koncertre a Bercsényi, és kimaradtak 500-an, és nem volt semmiféle felvétel, ugye média az meg, szóval abszolút nem volt, mert ez akkor még ugye inkább a rendőrségi retorzióktól kellett tartani, nem média részvételtől. Úgyhogy ez egy szájútján terjedt, hogy van ez a dolog, és ez lett belőle. Az Európa kiadóval ez már egy kicsit másképp volt, mert 1982-ben csináltunk egy ilyen stúdió felvételt, de tényleg tulajdonképpen 60-as évek technikája, az 4-sávos magnóra csináltuk. És akkor ott már lettek hát viszonylag hallgatható minőségű kazetták, amik tudtak terjedni. Na ez jutott el már hozzám is. Ez jutott el már hozzád, és igen, 82-ben meg 84-ben aztán csináltunk egy másik ilyet. Ugye a kazetták már lejutottak vidékre is, és akkor oda is elkezdtek minket hívni, és ismerték a számokat, úgyhogy így elkezdett tulajdonképpen működni az egész országban. Keveredtetek-e, vagy keveredette valamikor valaha a zenekar, vagy akár a te személyed, ha már az előbb itt említetted, hogy néha ilyen rendőrségi ügyek is voltak? Az egy idő után úgy tűnt, hogy a rendőrség tulajdonképpen ilyen, noha voltak a bizonyos alkalmak az életben, amikor megjelentek, de tehát nem volt egy olyan fajta rendőrségi retorziója, hogy generál ennek az egész tevékenységnek, hogy tudom én, ami így börtönhöz vagy kiutasításhoz. Tehát magyarul benneteket nem tiltottak le, vagy nem volt bezárt koncert, vagy kudarcra fogott koncert? Volt egy vagy kettő, még az URH-ban volt egy, amit lefújtak, de úgy általában véve
működött a zenekar nagyon marginalizált keretek között. Tehát akkor az volt a stratégia, hogy, hogy ezt a dolgot bezárják, amennyire lehetséges. És ez egy-két évig működött is, pont talán ezen a kazetták változtattak, amik elkezdtek terjedni. Amikor az Erdős Péter téged felhívott, azt megelőzően, hogy mielőtt ugye a popzene lemez szóba került, neked mondjuk milyen viszonyod volt, vagy milyen gondolataid voltak a lemez kiadással kapcsolatban Magyarországon? Tulajdonképpen én nem foglalkoztam ezzel, az az igazság, tehát tudtam, hogy mi a helyzet, nem arra ment a figyelmem, tehát nem az volt a fejemben, hogy fú, csináltunk el ezt, vagy nem csináltunk, hanem én arról letettem, voltak nagyon ilyen ambícióim, hogy meglepődtem, hogy lemezt akar készíteni, és valamilyen csapdának gondoltam az egészet, de hát felkészültem arra, hogy miután nekem nem voltam abban a helyzetben, hogy mindenáron lemezt akartam készíteni, ezért tulajdonképpen elég jó pozícióba tudtam tárgyalni, mert kész voltam arra, hogy ne legyen lemezünk. De mi akkor egész jó megtanultunk működni így mindenféle ambíciók nélkül. Úgyhogy én lepődtem meg talán a legjobban, amikor végül az lett, hogy lett egy lemezünk olyan, hogy teljesen korrekt feltételek mellett. Számomra kiderült, hogy most máshogy lesznek a dolgok, és aztán máshogy is lettek. Mi történt egyébként, hogy te úgy döntöttél, hogy New Yorkba költözöl? A magánéletem alakult úgy, de hát, illetve a magánéletem alakult úgy, hogy lett ez a lehetőség. Egyszerűen az életem második felére ezt a kihívást éreztem. Akkor annak, ami leginkább izgatott és megmozgatott. Úgyhogy mi volt az, ami mondjuk akkor a legvonzóbb volt számodra Amerikában, New Yorkban éltél? Hány évet? Hát 10-15 között, mert voltak ilyen jövésmenés korszakok, meg egy évet nem New Yorkban éltem, hanem Virginiában, Richmondban. Mindig érdekelt a világ úgy nagyban. Ráadásul abban, amit én csináltam, ugye, hogy ez a rock-pop kultúra, annak az volt a világ, ott történt igazán. Úgyhogy egy picit tudni is akartam, tanulni is mentem, meg akartam érteni, hogy mi ez, meg akartam ismerni ezt a világot, ezt a közeget és a nyelvet is annyira, hogy értsem, tudjak erről informálódni egyáltalán. Úgyhogy ez mind vonzott. Aztán a zene mellett egy nagyon fontos része az életednek, ez a Greenpeace mozgalomhoz kötődő aktivitás, vagy aktivistaság. Tulajdonképpen nem a Greenpeace-en keresztül kerültem ebbe bele, hanem én úgy kerültem a Greenpeace-hez, hogy engem ugye környezetvédelmi problémák, illetve a környezete kapcsolatos problémák, azok foglalkoztattak, és ezeket tanulmányoztam. Hát ez akkor engem baromira elkapott, megérintett, és azt gondoltam, hogy itt egy rettenetesen lényegi dologgal állunk szembe, amiről nincs szó, amivel kapcsolatban azonnal cselekedni kell, tehát valamit csinálni kell, itt nem elég ezt tudni, itt valamit tenni kell. Úgyhogy hát én így éltem az életemet, és így próbáltam valahogy úgy élni egyrészt, mint individum, hogy ne a probléma, hanem inkább a megoldás része legyek. Úgyhogy itt hagyj említsek meg valamit, hogy ez egy nagyon nem jó formátum, amit most csinálunk. Itt fúrikázunk egy autóba, és kipufogó gázt csejtünk ki. Úgyhogy ez valójában, hogyha már szóba hoztad ezt a kérdést, biciklin kéne csinálnunk. Aha. És az, hát akkor ilyen bájosabban is lihegnénk szerintem, mondjuk főleg itt a hegyen, de az üzenete... Akkor értem, ezek szerint, várjál, de akkor ezek szerint még mindig benned van ez a fajta jobbító szándék, vagy mit lehet erre mondani? Hát ez nem olyan, hogy az emberben három évig, hát úgy értem, hogy... Nyilván nem három évig aktivista, aztán meg már nem... És utána nem érdekli a dolog. Hát most nem dolgozok környezetvédő szervezeteknek, de hát én 20 éve nem eszek húst, ami ugye szintén... Én 35. Te 35 éve nem eszek húst? Hát akkor... Ebben győztél. Az autó nem jó, de... Igen, de legalább a húsevés begyőztél. Egyébként milyen okból mondtál le erről? Kezembe tisztító kúrát kezdtem el, és soha nem álltam le a húsevésre, úgyhogy akkor most nem eszek húst, hanem nem volt biztosításom Amerikában, egészségügyi biztosításom, és éreztem, hogy valami balansz nem jó bennem. Egyszer mentem az utcán, és tök valami
valamint gondolkoztam, aminek semmi köze nem volt ehhez, és egyszer csak valahogy rám jött, hogy nem kéne húst tennem, de ez nem úgy rám jött, hogy így eszembe jutott, hanem ilyen... Megvilágosodásszerű? Hát nem vagy? Is megvilágosodás, hanem így ez olyan volt, mintha testembe valaki megszólalt volna, így, hogy... Tehát olyan, mintha egy picit így üzent volna a testem, hogy van ilyen, hogy a test jelez dolgokat. Abszolút. Nyilván ennek valami történik ott biokémiai, és akkor nekem az agyam most lefordította, és akkor erre hallgatni kell. Úgyhogy egyszer csak elkezdtem nem húst tenni, és jobb is lett. 90-esek vége volt, amikor engem ez a környezetvédelmi dolog már eléggé foglalkoztatott, és azt is láttam, hogy ez mennyire összefüggő a helyzettel, tehát az ilyen mértékű húsfogyasztás azzal a környezeti állapottal, ami van. Hát ez az egyik, ugye, amit csinálom, másik meg, hogy nekem nincs autóm. Olyan helyeken éltem, ahol erre nem volt szükség. Nem volt szükség, aha. És nem a kényelmi okokból meg nem akartam. Nagyon érdekes dolog, a koncerteken mindig magázod a közönséget. Igen. Van ennek egy története, vagy uka? Ez egy nagyon érdekes választás az ember életében, hogy milyen távolságot tart egy előadó a közönségétől. Ez az a helyzet, amikor az ember leginkább arra tudja irányítani a figyelmet, amit csinál. Tehát nem... Tehát valóban az üzenetre. Nem magát teszi oda, mint látnivaló, hanem magát az üzenetet teszi oda, mint látnivaló, aminek ő a közvetítője. És... Én így láttam magam, és így láttam magam a mai napig is. Ez szereképpen az előadásnak a része, tehát ez egy színpadi produkcióban egy el. Én ezt mindig egy picit egy produkciónak láttam, attól, akkor is, hogyha zsigerből jön, ez egy természetes, igen. De tulajdonképpen az ember ki akar állítani valamit egy színpadra, akkor azt végig kell, hogy gondolja, hogy ezt hogy fogja megtenni, mert aki látott már színpadot, az látja, hogy az egy mennyire ilyen jellegtelen, szomorú hely. Tehát amikor az ember megérkezik egy helyre, amikor még nincs semmi, és ott van egy ilyen színpad, hát az semmi. Aha, és aha. Tulajdonképpen oda kell varázsolni valami olyat aznap estére, hogy ott történjen valami emlékezetes, erőteljes, releváns dolog. Mi lesz ez a varázslat most a 60. születésnapodra szervezett koncerten? Hát a varázslatnak az egyik tulajdonsága, hogy nem lehet előre így megmondani, hogy mi lesz. Az ember kísérletet tesz. Rosszul kérdeztem, hogyan készülsz, igen. Varázslat legyen, és az azért nem úgy van, hogy ez mindig úgy megtörténik, vagy mindig úgy történik meg, ahogy képzel. Számomra is egy izgalmas és még ismeretlen helyzet, mert egyrészt hosszú idő után újra együtt játszunk Kis Lacival, amit én mindenképpen tényleg nagy örömmel várok, és izgalommal. Ott lesz Müller Péter és Vig Mihály, ők tényleg ott voltak az elején, az első URH koncert a Balatonnal volt közös koncert, tehát őket tényleg így a legelejéről hozom, ismerem, és azóta barátaim is velem vannak, úgyhogy őket is nagyon örülök, hogy ott lesznek. De mindenképpen egy olyan koncert lesz, ami ugye az előadott számokban szokatlan lesz, tehát nyilván lesz egy csomó minden, amit tehát hosszabbak is lesznek, kicsit vagy hosszabb lesz, előkerülnek olyan dalok, amik már régebben voltak meg, hát vendégek is lesznek, tehát nem is csak olyan formában lesznek előadva, vagy szoktak lenni. Én egy picit azt mondtam mindenkinek, hogy ezt mindenki érezze a magáénak, akit így meghívtam vendégnek, úgyhogy találjuk ki ezt egy picit együtt. Azt akarom, hogy ők is jól érezzék magukat, és ők is olyan dolgokat tudjanak csinálni, amiket ők leginkább szeretnének. Tehát egy picit most ebben a stádiumban van a dolog, hogy így együtt találjuk ki, alakítjuk ki, hogy legyen. Mikor lesz a koncertet is szabad elmondanunk meg, hogy hol? Április 14-én a MOM Sportban. Úgyhogy ott várunk mindenkit szeretettel. Ott várjuk magukat, vagy hogy szoktad ezt mondani? Ott várunk mindenkit szeretettel. Jól mondtam. Magázva, igen.